Francia-spanyol Davis kupa elődöntőt közvetítünk a hétvégén a Digi Sporton, közben a magyar válogatott a tenisz szövetséggel összevesző Fucsovics Márton nélkül játszik a csehekkel világcsoport osztályozót, a Davis kupa pedig egyébként jövőre átalakul. Mindenről Nagy Viktor korábbi válogatott Davis kupa játékosunkkal beszélgetünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mától tehát francia-spanyol itt nálunk a Digi Sporton Nadal nélkül, de milyen esélyekkel, a címvédőjével? Én azt gondolom, hogy a címvédőnek jó esélye van arra, hogy folytassa a szereplését, úgyhogy szerintem a mérkőzés ettől függ, Nadal nélkül is két esélyes, mert mind a két csapat jó erőkből áll, de azt hiszem, hogy a hazai pálya az mindenképpen a rendezőnek kedvez. Tehát így azonban azt mondod, hogy a franciák az esélyesebbek. A másik elődöntőben Zadarban horvát-amerikai találkozó, ott mi várható szerinted? Azt gondolom, hogy a horvátok, nem tudom, a Csilis játszik-e, de hogyha a Csilis játszik, és mindenképpen salakon játszanak, ebben az esetben erősebbek, mint az amerikaiak. Az amerikaiak salakon is tudnak jól játszani, de alapvetően nem az a pályaborítás, ami számukra a legkedvezőbb, úgyhogy szerintem mindenképpen a horvátok esélyesebbek. Davis kupa játékos múltad alapján, tapasztalataid szerint ezeken a találkozókon a válogatottaknál mekkora mértékben, milyen mértékben számít az, hogy a játékosok egyénileg éppen hol helyezkednek el a világranglistán? Az az általános felfogás teniszben, hogy a Davis Cup az különbözik az egyéni versenyektől. Szerintem a példák is azt bizonyítják, hogy az egyéni versenyektől eltérően a Davis Cupában nem számít annyira az egyéni helyezés. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a világ első játszik az 500-a, az ott számítana, de itt nincsenek olyan nagy tudásbeli különbségek, tehát mindenképpen eltörpülnek a ranglista helyezések, és itt inkább azt számít, hogy a hazai közönség előtti játszócsapatnak hány szurkolója van, és mindenképpen előnyben van az, aki a hazai pályán játszik. Hát eleve a borítás választása miatt is, meg a szurkolók miatt is. Ez ilyen hatása van? Tehát ez ennyire el tudja mosni az egyéni különbségeket? Egy-egy csata idejére, egy hétvége idejére? Mindenképpen elmossa a különbségeket. Mondom, itt nincsenek a tudásbeli különbségek a játékosok között, és ahogy tavaly láthattuk a magyar-orosz mérkőzésen is, az orosz válogatott nagyon erős volt. Ennek ellenére a magyarok semmi különbséget nem láttunk, sőt a végén ugye szerencsére magyar győzelem született. Ha most a idei győztesre kellene tippelned, akkor a franciákra tennél? Én a horvátokat kedvelem, úgyhogy remélem, hogy a horvátok meglepetést okoznak. Hát azon leérek most a horvátok, hogy a labdarúgó világban most itt domborítsanak a horvátok. Fociban is nekik drukkoltam, úgyhogy remélem, hogy itt teniszben is nyernek, úgyhogy bízom benne. Nem tudom, a döntőt hol rendezik, hogyha egymás ellen játszanak, de abban bízom, hogy ők nyerik a végén a kupát. Maradjunk abban, hogy horvát-francia döntőt jósolsz, és a horvátoknak szurkolsz. Meglátjuk, mi lesz, most minden esetre a francia-spanyolt láthatjuk. A sorozatot jövőre új lebonyolításban rendezik. 18 csapat, 7 napos küzdelme az első helyért majd novemberben. Nagyobb érdeklődés válthat ki így a torna? Hát ez a jövő nagy kérdése, hogy ez az egy helyszínen megrendezett torna, ez nagyobb érdeklődésre tartott-e számot. Én azt gondolom, hogy a varázsát azért elveszti azzal, hogy egy helyszínen rendezik. Biztos vagyok benne, hogy nem fog annyi külföldi nézzel utazni. Egy ausztrál szurkoló nem biztos, hogy elutazik Németországba, hogy lássa a kedvenceit. Ez mindenképpen szerintem hátránya lesz a rendezvénynek. Viszont a hírek szerint a játékosok jobban járnak, hiszen sokkal több pénzt kaphatnak. Ha igazak a hírek, amiket én hallottam, állítólag a Nemzetközi Teniszszövetség 8000 dollárt oszt szét a részvevő csapatok között, amiből 6000 dollárt a játékosoknak kell megkapniuk. Tehát az mondjuk egy a legjobb lak számára is egy csábító ajánlat. Csábító ajánlat, hogy eltöltsön egy hetet ezzel foglalkozva. Ezzel párhuzamosan az egynapos csapatmérkőzések két egyesből és egy párosból állnak majd. Hát nem tudom, egykori Davis kupásként szomorú a szíved, hogy a felgyorsult világ így lerövidíti a küzdelmeket, mert azért ez trend, és látjuk, hogy a tenisz szabályának megváltoztatásában a kísérleti laboratóriumokban e felé haladunk. Minél kevesebb játsz van, minél gyorsabb legyen, minél inkább pörögjön. Most akkor nosztalgiázhatsz. Én a hagyományos, a régi lebonyolítási rendszert jobban kedveltem, szerintem a 3 napnak megvolt a varázsa. Biztos, hogy ez is jó lesz, és hogyha valaki visszaemlékszik a korábbi évekre, akkor
Volt egy Roland Garros előtt, egy világkupa néven Düsseldorf megrendezett csapatverseny, ami szintén hasonló lebonyolításban zajlott, két egyéni, egy páros. Attól függetlenül, hogy nem három napig tart, és egy két egyéni mérkőzésre kevesebbet játszanak, ez is lehet izgalmas és érdekes. Én a régit jobban kedveltem. Kiknek kedvezhet majd a jövőben ez a rapid, ez a felgyorsuló csapattenisz? Azt nem gondolom, hogy itt lenne ennek külön kedvezményezettje ennek a lebonyolítási rendszernek, hiszen a két legjobb játékosnak meg kell nyerni a meccset. Talán inkább a taktika szempontjából lehet más, hiszen az első nap akár már el is dőlhet a mérkőzés, illetve hát azért a háromnapos lebonyolításban a harmadik napon mindig voltak izgalmak. Tehát nagyon ritkán fordult az elő, hogy az első két nap után 3-0 legyen valakinek, úgyhogy ez valamilyen szinten azért megváltoztatja az egész lebonyolítási rendszert, de hát ez mindenképpen a jövő. Hát igen, az edzők meg a kapitányok szerepei átalakulnak hát például éppen ezért, mert nekik jelentős belenyúlási lehetőség volt a három napnál. A csúcsokon tehát horvátok, amerikai, franciák, spanyolok, de közben az elithez csatlakozni akaró, illetve maradó régióban meg mától a magyar válogatott a csehekkel küzd a világcsoport osztályozóján. Hát nem tudom, soha rossz akkor a Fucsovics affér? Hát egy ilyen kellemetlen affér sosem jön jókor, különösen most nem. Annyi talán szerencsésebb ebben a helyzetben, hogy ez a mérkőzés nem igazán nagy téttel bír. Ettől függetlenül, hogyha ő játszana, én biztos lennék benne, hogy a csapat nyerne. Ráadásul Balázs Attila is sérüléssel küzdik, tehát az ő játéka is kérdéses. Ha ők ketten játszanának, én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés könnyen, nem is ha könnyen, de nyerhető lenne. Így egyesben Valkusz, illetve Piros játszik majd. Mire lehetnek ők képesek a világranglista 91. és 185. helyén álló rivális, cseriválisokkal szemben? Tehát így, és akkor megint utaljunk vissza arra, hogy elmosódnak ezek a világranglista különbségek vagy számok, de azért mégis a legjobb összeállításunkhoz képest mennyivel többet kell a fiúknak majd kapaszkodni, hogy meglegyen a siker. Azt a kapitány is elmondta, hogy igazából szoros eredményre vár, és ez a két fiatal ember okozhat meglepetést. Az tény, hogy ők kevésbé rutinosok a három miatt játsz már a menő mérkőzésekben, de pontosan amiről beszéltünk korábban, a hazai pálya és a hazai szurkolók megadhatják azt a plusz lökést, ami egy meglepetés győzelemt eredményezhet. Tehát én abban bízom, hogy ők élni fognak a lehetőséggel, és ez a cseh válogatott verhető, és ki tudják harcolni a győzelmet. Ha kihasználják a győzelmet, akkor az a szövetség kezében mondhatni egy ász is, egy ász beütése a konfliktusba került versenyzővel szemben? Ebben nem hiszem, hogy a szövetség ezt felhasználja, vagy felhasználhatná a versenyzővel szemben. Fucsovics Márton egyértelműen a legjobb magyar teniszező, tehát nélküle azért az a csapat sebezhető. Tehát, hogyha ő nem játszik, akkor az esélyeink kisebbek. Szerintem az a helyes, hogyha a szövetség és a játékos, meg a játékos menedzsmentje megegyezésre törekszik, úgyhogy remélem, hogy az elkövetkező hetek inkább erről fognak szólni. Mert ugye a vita elmérgesedett, de lehet-e igazságot tenni? Ha nagyon sarkítjuk a két oldal érveit, akkor azt lehet mondani, megérkezünk a Marsról, és azt látjuk, hogy pénzéhes lepp a játékosok körül, vagy inkompetens potyautas szövetségi garnitúra. Valószínűleg, mint minden esetben, itt is a kettő között lehet az igazság, nem? Én is azt gondolom, hogy valahol félúton lehet az igazság. Nagyon sok plegyka kering, hogy a játékosok mit szeretnének, a szövetség mit gondol. Én nem gondolom, hogy a játékosok pénzéhesek lennének. Biztos, hogy a szövetség tudna olyan lépéseket tenni, ami ezt a konfliktus pillanatokat megoldaná. Erre számítasz egyébként? A megegyezési kényszerben lesznek előbb-utóbb? Ha azt szeretnék, hogy Babos és Fucsovics a Magyar Szövetség rendelkezésére álljon, akkor mindenképpen. Ez a két játékos ma már nincs rászorulva a szövetség közvetlen támogatására, tehát hogyha ők hosszú távon számítanak a játékukra arra, hogy a magyar teniszt nemzetközileg is képviselik, akkor kénytelenek lesznek megegyezni velük. Lehet appellálni itt? Egyelőre nem lehetett, de erkölcsileg lehet bármifajta szempont az úgynevezett hála, amit mindig megpendít a szövetség? Mármint, hogy amikor még nem voltatok ilyen jók, akkor mennyi mindent kaptatok? A játékosok meg azt mondják, hogy hát azért annyi mindent nem kaptunk akkor sem, amikor nem voltunk olyan jók. Hát ehhez pontosan ismerni kéne a mindkét fél álláspontját, illetve azt, hogy mi történt a háttérben, ezt nem tudom, de
Szerintem a hála ebben a szituációban nem, hiszen Fucsov is mondhatja azt, hogy tavaly az ő játékával, illetve az elmúlt évek játékával a magyar válogatott... Kiadott többet a másiknak. Így van, tehát ezt nehéz eldönteni, hogy most ki köszönhet többet a másiknak. Igen, azért nehéz ez, mert egy ilyen konfliktusban, ha nem szereplő az ember, akkor hát kívülről körülbelül olyan sokszor, mint hogyha egy megromlott házasságba próbálna igazságot tenni, vagy beleszólni. Egyszerűen hát ők tudják, hogy jutott ez idáig. Hát én mondom, hogy tényleg ismerni kéne a pontos hátterét ennek a történetnek, ezt ők tudják, ők ismerik. Biztos, hogy egy szempontból nem jó az a vita, mert ugye itt a magyar tenisz soha nem kapott ennyi pénzt, mint az elmúlt években, és nem lenne jó, hogy a hosszú távon bárki, aki a pénzt a magyar tenisz számára juttatja, azt látná, hogy itt viszálykodás van, hiszen a sajtóban azért azt lehetett hallani, hogy felmőlt annak a lehetőség is, hogyha a Magyar Tenisz Szövetség nem tud megállapodni, és problémák vannak a szövetsége, akkor nem lesz pénz. Tehát ez lenne a legrosszabb forgatókönyv, azt hiszem, ennek a vitának a lezárásaként. Tehát a magyar tenisz most olyan állapotban van, hogy igenis a húzó embereire, a kirakatban lévő legjobb játékosaira, ahhoz, hogy az egész sportágat tovább lendítse fölfelé, szüksége van. Igaz? Én szerintem mindenképpen szüksége van, hát csak arra gondolok, hogy Fucsovics játszik egy japán ütővel, és hogy hány gyerek kezdett el ez az ütővel Magyarországon játszani. Mindenképpen Fucsovicsnak egy komoly vonzereje van, szponzori értéke, egy kiváló játékos, tehát mindenképpen az lenne jó, hogyha hosszú távon ez a kérdés megoldódna. Milyen helyzet bekerült, vagy van így most ebben a vitában a szövetségkapitány Kövess Gábor? Hát ugye ő is kapott a kritikákból, hogy nem áll ki a játékosok mellett. Azt hiszem az ővé az a legrosszabb pozíció. Mindenhonnan biztos, jönnek a villámok, nem? Biztos, hogy kényelmetlen helyzetben van. A legkevesebbet szerintem ő teheti most a vita megoldása érdekében. Biztos, hogy őt is be kell vonni azért, hogy ez a probléma megoldódjon, de az ő lehetősége azért korlátozottabbak, mint a szövetségvezetői. Úgyhogy a nyilatkozataiban én azt véltem kihallani, hogy ő azért tárgyalt és beszélt Fucsovicsal, Fucsovics edzőjével, Sábolt Attilával, úgyhogy ő hajlik a megegyezésre. Hát reméljük, hogy össze fog jönni. Viktor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.